Idén is lelkes karatésok, vagy pontosabban karatékák vittek üde színfoltot a városi gyógyfürdő mindennapjaiba, akik július elején Kis Zoltán vezetésével tartották meg szokásos edzőtáborukat, ahol keményen dolgoztak. Kimondottan verseny anyagot gyakorlunk. Már ugye mióta olimpiai sport lett a karate, egy kicsit elmozdult a versenyzés irányában, és az edzőtábor kimondottan erre készült. A gyerekek több napot töltöttek el együtt az edzőtáborban, ahol szigorú szabályok szerint ment a munka. És egész hét volt, de a gyerekeknek csak csütörtök estig tartott. Hát ott elsősorban a formagyakorlat, ami versenysport, valamint a kümite, ezekre épült az egész edzőtábor. A kemény munka mellett persze a játék és a szórakozás sem maradhatott el. Ez az egész arról szólt, hogy jól érezze magát a gyerek, fürdőzés, játékos edzés, tehát az első edzés természetesen a karatéról szólt, aztán egy kis fürdőzés, és majd 11 óra körül ilyen ügyességi játékokat gyakoroltunk. Ebéd, aztán fürdőzés ismét, és majd késő délután volt a második karate edzés. A délelőtti az a katáról szólt, az esti meg a kümitéről. Délelőtt tehát a formagyakorlatok kerültek terítékre, ez a kata, még délután a küzdelem dominált, amely a kümite nevet viseli a sportban. Idén ebbe a rendszerbe vendéggyerekek is bekapcsolódtak. Vendéggyerekek is voltak, egyik nap Böszörményből voltak ketten, másik két nap Józsáról három kislány, és hát a Facebookon is látszik, hogy mindenki meg volt elégedve, és már ígérgetik, hogy jövőre is jönnek. Az edzőtábor magját azok a fiatalok adták, akik néhány éve pici, apró gyermekként kezdtek el karatézni. Most már nagyobbakká cseperedtek, és kitartó munkájuknak meg is lett az eredménye. Akik maradtak, látványos fejlődésen estek túl, már narancssárga övnél járnak, versenyeken bizonyítanak, hogy azért karatéval is foglalkoznak, nem csak a játékkal. Hát a felnőttekről csak annyit tudok, hogy ők kevesen vannak, valamivel lustábbak, mint a gyerekek. Sőt, amit már említettem, a lányok többségben vannak, és jobban érdekli mostanában a lányokat a karate, mint a fiúkat. Az edzőtábornak már vége, a vidám nyári napok viszont még itt vannak velünk. Ez pedig további szórakozási lehetőséget biztosít kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Az élet viszont nem állt le. A legkitartóbbak kedden és csütörtökön továbbra is keményen edzenek.